Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban egy nagyon érdekes részéről szeretnék beszélni az én kis terepasztalomnak, ez pedig a mögöttem is látható háttérposzter, illetve háttérklisé lesz. Tartsatok velem, ha érdekel titeket azt, hogy miért, hogyan és milyen célból került ide felszerelésre ez a része a terepasztalnak. Alapvetően a háttérposzterek azok nem egy új keletű dolgok, nagyon régóta alkalmazzák őket különböző terepasztalépítő modellezők. Egy olyan dolog ez, amivel egy picit tudunk mélységet, egy picit tudunk teret adni a kis asztalkánknak, egy picit az illúzióját tudjuk annak kelteni, hogy ugye nem csak egy szobában álló valamiről beszélünk, hanem ugye egy tényleges valamilyen kis részlete ez a valóságnak. Ezek a háttérposzterek ugye jellemzően teljesen statikusak, tehát egy kép van kinyomtatva egy valamilyen felületre, ugye lehet ez sima papírposzter, amit felragasztunk a falra, vagy lehet valamilyen merevebb anyagból, rétegelt lemezből, műanyaglapból, habkartonból van csinálva egy ilyen kis elválasztó dolog, és akkor arra van vagy ráragasztva ugye maga a poszter, vagy pedig manapság már van lehetőség ilyen anyagokra nyomtatni is. Mivel statikus, ezért ugye a perspektíva, ahogy mozgunk, nem nagyon változik, ezért ugye célszerű olyan képet nézni, olyan képet választani a mi kis terepasztalunkhoz, hogy ez a lehetőségekhez képest belesimuljon a terepünkbe, tehát úgy nézzen ki, mintha ott a terepnek egy folytatása lenne. Persze, ugye amikor nagyon extrém szögekből nézzük, akár oldalról, fölülről, vagy alulról, akkor ott már látszódik az, hogy ugye egy fix képről beszélünk, és ugye nem mozog, nem változik a perspektíva, úgy, ahogy mi mozgatjuk ugye a nézőpontunkat, de a legtöbb esetben azért elég széles skálán lehet mozgatni akár a fejünket, akár pedig a fényképezőt, kamerát úgy, hogy ne derüljön ki a túlpisság. Én azért választottam ugye ezt a megoldást, mert maga a terepasztal viszonylag keskeny, tehát itt az állomási részen 60 centi a mélysége, a nyílt vonali részen pedig körülbelül ilyen 20 centi. Ugye nem nagyon volt lehetőség arra, hogy itt tovább terep épüljön hátrafele, így úgy gondoltam, hogy a legjobb megoldás az az, hogyha mind az állomásnál, mind a nyílt vonali részen egy megfelelően elkészített háttérposztert használok, és ezzel teremtem meg azt az illúziót, hogy itt nem csak egy ilyen kis keskeny valamiről van szó, hanem ez egy nagyobb dolognak a része, amit látunk. Először az állomási részen készült el maga a háttérposzter. Lehet látni egyébként előtte-utána képen, hogy mielőtt ugye ez föl volt téve, és csak itt ez az ilyen világos barnás színű fal volt, mennyire máson nézett ki az egész. Ez ugye 2 méter 80 centi hosszú, és 1 méter 60 centi szélességű. Ezt én raktam össze különböző ilyen általam is készített panorámaképekből. Az is cél volt itt az állomásnál, hogy azért lett ilyen nagyon felhős ez a rész, mert próbáltam beleilleszteni magát a háttérposztert a terepasztal megvilágításába. Ugye itt alapvetően a szobában egy diffúzabb fény található, ugye fönt van egy lámpám, itt van fönn egy ilyen világító dekkem, két nagy darab ledes gömbbel, illetve ott jobbra van fönn egy reflektorom, és maga a terepasztal megvilágítása az inkább ezt a jelleget tükrözi, tehát nem egy nagyon erős direkt világításról beszélünk, mint amit mondjuk egy napos időben az ember tapasztalhat, hanem egy picit diffúzabb, egy picit szórtabb fényen rendelkező valamiről. És nekem tetszenek a felhők is, sokkal jobban kiemelik egyébként így a méreteket, meg sokkal nagyobb mélységet tudnak adni, mint egy sima, egyszerű, kékszínű ég. A magassága az 45 cm. Ugye ez lehetőséget biztosít arra, hogy akár viszonylag lentebb téve a kamerát, fényképezőt is még legyen a tetejébe szépen belőle. A másik része a poszternek az itt a nyílt vonalnál található, ez egy kicsit másabb jellegű, itt ugye nincs mögötte fal, így habkartonból kezdtem el csinálni szépen szakaszosan, darabosan ezt a posztert. Itt is egyébként teljes mértékben saját fényképekre hagyatkoztam. A
képeket, azokat egy képszerkesztő programmal montíroztam össze úgy, hogy valamilyen olyas valami jöjjön ki, ami egy picit illik is így a terepnek a terep kiképzéséhez. Ugye tartalmaznak fákat, tartalmaz dombot, itt is ugye az ég az részben, felhős részben ugye illeszkedik itt az állomási rész felhő mintázatához. Valahogy úgy képzeltem el a dolgot, hogy itt ezen az oldalon található egy nagyobb ilyen zivatarcella, ami éppen vagy érkezik, vagy vonul el, a másik oldalt pedig ilyen kis bárányfelhős, felhőpamacsos, szép kék ég van. Különböző hosszúságú méretű habkarton lemezekből dolgoztam, van 60, 45 és 90 cm hosszú, 30 cm mindegyiknek a magassága, és a rögzítésüket azt egy ilyen kis sínrendszerrel oldottam meg, tehát elméletileg ezeket le is lehet szerelni, nincsenek fixen ide rögzítve. Ugye, hogyha bármi karbantartás van, vagy esetleg erről az oldalról is szeretnék képeket csinálni, akkor ez megoldható természetesen. Gyakorlatilag most arra készült el ennek a teljes szakasznak a háttérképe, így az elejétől a végéig végig lehet követni akár egy vonatot úgy is, hogy végig van mögötte háttérkép. Ugye alapvetően itt panoráma képeket használtam, amit tényleg valós lokáción fényképeztem. Próbáltam úgy játszani, hogy minél jobban beleilljen itt az előtte levő terepbe, színileg is, meg stílusilag is. Összességében úgy gondolom, hogy ha valaki manapság így tervez terepasztalt, és tényleg itt függetlenül attól, hogy milyen alakú, méretű, formájú asztalról beszélünk, egy nagyon jó dolog lehet az, hogyha számolunk azzal, hogy mögé esetleg egy szép háttérposztert tegyünk. Háttérposztereket lehet kapni akár a modellboltokban is, készen. Jellemzően ilyen 2,5-3,5 méter hosszúságú kis posztereket lehet kapni így fölgöngyölve, és akkor azokat mi föl tudjuk ragasztani. Ezeknek a témája jellemzően ilyen németes, osztrákos, hegyes, dombos, vidékes szokott lenni. Viszont, hogyha egy picit értünk a képszerkesztő programokhoz, esetleg ugye elmegyünk és fotózunk néhány valós lokáción olyan jellegű területet, mint amilyen a telepasztalunkon is meg van jelenítve, akkor nagyon könnyen lehet csinálni, akár papírból, akár így habkartonból valami kis háttérképet a terepasztalunkra. Amire egyébként ügyelni kell szerintem az az, hogy stílusilag, jellegileg a háttérkép az passzoljon az asztalhoz. Tehát például az én asztalomhoz egy ilyen alpesi, hegyes háttérkép az valószínűleg nem menne. Ezek az ilyen kis lankás Dunántúlon, illetve a Lilafürednél lőtt kis dombokról, hegyekről készült dolgok itt az asztal sarkában, ezek viszont még úgy éppen passzolnak. Háttérképügyileg egyébként nagyon sok lehetősége van szerintem a modellezőnek, nem csak az ilyen jellegű asztaloknál, mint az enyém, hanem akár egy sima téglalap alakú asztalnál is. Amerikában, Angliában nagyon-nagyon elterjedt az például, hogy egy sima téglalap alakú asztalnak csak az egyik fele, tehát konkrétan az asztal fele van megcsinálva, és egy klisével, háttérképpel le van választva, mi ugye csak azt látjuk, mindkét végén eltűnik alagútban a szerelvény, és hátul található vagy egy teljesen másik téma, hogyha körbejárható a terepasztal, vagy pedig, hogyha nem körbejárható, akkor ott találhatóak a tároló vágányok teljesen natur, kidolgozatlan formába, és akkor ott lehet szerelvényeket fölrakni, levenni, tárolni, stb. Oda nem kell kidolgozni semmilyen terepet. Érdemes megnézni az internetet, nagyon sok ötlet és inspiráció szerezhető egyébként ilyen helyekről szerintem. Remélem tudtam valami hasznosat is mondani ezzel kapcsolatban nektek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!